Egy embernek nem a haláltól kellene félnie, hanem attól, hogy sohasem kezd el élni. Marcus Aurelius. Viszlát lázadó barátaink. És még mindig van túlélője. Wow. Wow. Na jó, mindegy, nem fogom üldözni őket, helyette visszalépek Kara... Mondom, Karalizba. Igen, valahogy így képzeltem a dolgokat. És még mindig mínusz 16-ban állunk. Ez azért idegesítő, mert a légióm így le van kötve. Mindegy, legalább a lázadás Sardinia szigetén áll. Történetesen ott, ahol a légióm is van. Úgyhogy talán az Alalia felé vezető utat le fogom zárni a haditengerészetemmel. És lehetségesnek tartom. Csupán lehetségesnek tartom, hogy további hajókat fogok felszerelni. Valahogy így. Na, anyagilag egészen jól megúsztuk, úgy látom. 456 még maradt, 1000 bla bla bla, nem érdekes. Jó, szereljek fel még egy hajót. Legyen egy szép tisztességes flotta. De? Miért is nem? Akár partra szállásoknál is felhasználhatom őket. Ugye ezt elintéztük, diplomáciával túl sokat nem tudunk kezdeni, építkezésen nincsen pénzem. A légió 1 Italica pedig szép nyugodtan halad délfelé, hogy Szirakúza seggét szétrúgjuk, hogyha olyanunk lesz. Lehetséges, hogy jó volna egy flottát is idehúzni. Föl tudnék állítani még egy flottát. Anyagilag nem biztos, hogy most olyan baromira kifizetődő lenne nekem 2 flottát tartani fent. Az a nagybüdös igazság. Ráadásul olyan nagyon nem is tartok talán a támadásától egyelőre. Ám bár lehet, hogy a Class 1 Mizenensis fogom levonni ide. Viszont lehet, hogy ekkor ez a majom meg fel fog jönni északnak Alaliába. 2 flottával könnyebb lenne az élet. Azt kell, hogy mondjam. Azt kell, hogy mondjam a fenébe is. Így vagy úgy. Race Fleet. Tower Hexerim. Classis 2 Minerva. Servus, Classis 2 Minerva. Your orders. Isten hozott nálunk. Reeve-nek az elállását feltételezem, hogy ezzel is el tudom látni. Ezzel a flottával, úgyhogy a Classis 1 feltöltése az jelenleg nem tartozik a legnagyobb prioritásaim közé. Egy kör, amíg ezzel megoldjunk, azt követően lecsorgok ide, és még egy kör, amíg további hajókat fogok átnyújtani neki. Ezzel adta a légió 1 Italica is. Szirakúza alá fog érni, talán. Fucking hell. A légió 2 Apollinaris egy új tradíciót sikerült a légiónknak megnyerni. Skirmishers, Engineering Experts és Formidable Fighters. Álljunk rá a közelharcra. Igen. Postumia Scapulia. Légy új kedves, és gyere... délnek. Mennyi pénzem van? 2000... egy kém jól jönne ugyan, de a pénzemet most nem oda akarom beleburítani. Folyó építkezéseim is vannak, amiket el kell intéznem. Róma azért olyan nagyon nem fontos most. De ez nem lesz mindig így. A pénzt, illetően... Population Service Magnum részje... Pokolba is. Jó, mindegy, egyelőre játszunk ilyent. Trade gain, nem érdekes. Korzika és Sardinia, ezzel mocskosul tisztában vagyok. Santa Pool, Shiflesport. És ezt is tudom, hiszen én adtam rá parancsot. Minervia!
Induljunk délnek. Hamarosan belecsapunk a lecsóba, és ha már itt vagy, akkor szereljünk fel... Hát erre nagyon nem lesz pénzem. Kettőre lesz pénzem? Aha, kettőre lesz pénzem. Jó. Legyen inkább kettő kisebb hajó, mint egy nagyobb. Álljunk be nyugis állapotba. És álljunk ide a réfhez. Aha, jól van. Itt milyen lehetőségeim vannak zsoldosok felvételére. Ó, tudok lovasságot is felvenni, valamint hoplitákat. Jó, hoplitákat most éppen nem per pillanat. Tudod, a Spears és zsoldos lovasság, zsoldos citizen, tehát polgári, vagy polgár lovasság. Ő pedig nagyban fejleszti a hadseregét. Következő körben mindenképpen el kell kapnom, különben ebből még akár baj is lehet. Sőt, lehetséges, hogy már most el kéne kapnom. Tudok esetlegesen felderítési adatokat húzni ebből így? Nagyon nem. Nagyon nem. Jó, akkor egyelőre menjünk vissza. Valahogy így. Aha. És csapjunk egy kör végét. Pöltöm, mi azt kapulva, blablabla. Igen, tököm bele, tisztában vagyok vele. Bevételeink esnek annak ellenére, hogy az adózás azért relatíve magasan van. Ennek ugyebár az az oka, hogy elég komoly mennyiségben fegyverben állnak az embereink. Mínusz 40, jó, most már valószínűleg ideje lesz őket megtámadni. Még mielőtt problémák adódnának. Ehhez valószínűleg a flottámat is igénybe fogom venni, ám bár nem tudom, hogy mennyiben tud a segítségemre sietni. Minervia! És Legio 1 Italica. Ja, tartottam egy kis szünetet. Szóval a Szürakúzán gondolkodtam, hogy akár már ebben az évben is neki csaphatnánk. Valamennyi pénzem van is zsoldosokra. Ami nem egy rossz dolog. Ebben biztosak lehetünk, azonban amit a diplomáciával kapcsolatban még meg akartam nézni. Jó, nincsenek szövetségeseik. Esetlegesen nem akartál jóval. Békét tudok-e kötni? Nem. Líbiával. Oké. Okay. Annak ellenére, hogy nem áll szándékomban egyelőre Afrikában terjeszkedni. Se gáz. Első dolgunk legyenek a lázadók. Oh, come on! Pedig mennyire nem értem, hogy a flottát be tudom húzni a segítségemre. Így legalább már látom, hogy miből áll a hadereje. Jó, nagy baj nem lehet. Ez nem Italian Cavalry. Nem, a zsoldosokat nem ide akarom berántani. Hanem Szürakúzához. Karaliszt. Elfoglalom a flottával, így talán a negatív effektek a public orderen csökkennek. Az Apollinaris pedig tovább megy és elkap. Na, ha tudná a rohadt. Ah! Elkapná, hogyha tudná a lázadókat. Hát jó. Ez nem jött úgy össze, ahogyan vártam. Semmi baj. Rájuk még vissza fogunk térni. Próbálkozzunk meg Szürakúzával. Mindenek előtt lovasság. Kettő lovasságra szükségem van vajon? Nem fogok fölni kettő lovast. Ugyanis a csata végeztével fel fogom őket oszlatni. Egyszerűen mocsok drágák, szóval... Nem látom értelmét pöcsölni ezzel.
Nem vagytok kevesen. Az egyszer bizonyos. Hölgyeim és uraim, a képeken tehát azt látjuk, amint Syracuse a partvédelmi hemióliái partra futnak. A háttérben azt látjuk, amint szintén Syracuse a flottája rövidesen partra fut. Engem ez azért annyira nem hat meg, hiszen nincsen flottám, aminek keresztbe tudna tenni. Ez tehát nem jelent problémát. Ők ki? Ez mi az Isten? Gyerekek, ennyit az agyamról. Elkezdem, nincsen flottám. Dehogy nincs. Éppen ezért készítettem el a Classis 2... Fogalmam nincs már, hogy minek? Mi, ugye? Ezt majd meg kell jegyezni. Akárhogy is, előre. Három olajkorsós Birémis, egy tornyos Hexarémis, tehát hat evező soros, valamint kettő Raiding Hemiolia. Ha, akkor ez azt jelenti, hogy a légió egyitálika még sincs annyira egyedül, mint amennyire először hittem. Tartsunk is egy gyors evokációt. Fölvettem néhány görög zsoldost, Citizen Cavalry. Meglehetősen jó lovasság tapasztalataim szerint. Van egy Levisem, valamint ha jól emlékszem, akkor kettő Velitész. Gerejesem. Itt a Triplex SES-ben látható a három... Négy? Nem. 3-3-3. Ha status... Principé... Valamint a Triári. Segédcsapatként egy Auxiliary Infantry, tehát lángzsás segédcsapatosai vannak, valamint hátul Gnaeus Scipio, a legátus. Ó, amíg ellen feledkezem róluk, vakad egy néhány vérebem is harci kutyám. Nézzük, ti kik vagytok? Tukididész, könnyű hopliták. Kedves kutyusaim, legyetek oly kedvesek előbbre menni. Akadnak-e Javelinman, Militia Hoplites. Aha, gerejesek. Militia Hoplites. Hoplitái vannak, ahogyan ezt a görögöktől az ember elvárná. Kutyuli. Parittyások. Elsősorban a könnyű, fegyverzetű... ellenséget próbálom támadni. Kutyák meglehetősen hatékonyak ellenük egyébként. A gémes kutat ne romboljátok le, barátaim. És meg is indultak... kutyusaink. Alanyos kutyuli mutyulik. Nézzük, mi fog történni. Hát az történik, hogy... megtépik némileg a parittyásokat. Ez egyébként azért király, mert a mesterséges intelligencia tulajdonképpen magasról beleszólik. Az egészbe. Ez alatt parittyával lövik a hajtóimat. Úgyhogy visszavonom őket. Rájuk már több szükségem nincsen. Megtették, amit megkövetelt a haza. Megcselekedték. Bocsánat. Idézni csak pontosan és szépen. Flottával ez alatt megpróbálok beparkolni? Tulajdonképpen itt is partra szállhatnék, ha már itt tartunk. Miért is nem? Ilyen felállásban a tornyos Hexalémiszem lesz legbelül, tehát a kamerától legtávolabb. Ez azért is jó, mert az ellenséghez legközelebbi ponton fognak kiszállni a legionáriusai. Jó, eddig jól alakul, bár... most ez olyan értelemben marhaság, hogy nincs is nagyon, ami rosszul alakuljon. Előcsatározók! Valahogy így. Itt a lovasságomban mi a helyzet? Ők kik? Citizen Hoplites. Nem a legjobb, aminek neki akarnám küldeni a lovasságomat, de talán a kutyák... talán a kutyák megbontják a csatarendet. Ők itt mi a szart művelnek vajon?
támadnak vajon? Nem kizárt. Ha támadnak, akkor jobb hián meg fogom őket ütni a lovassággal. Mondjuk egy percet még azért kérnék. Érdekelne, hogy az én zászlóim miért ilyen böszme vagyok, akkor, amikor az ellenségé ilyen tető kicsik. Oké, dögöljek meg, hogyha értem. Na jó, mindegy. Őket a kutyákra bízom. Velük viszont előre megyek. Előcsatározók. Könnyű hopliták. Ideális párosítás, én úgy vagyok vele. Próbáljuk megdobálni őket. Te jó ég, a kutyák konkrétan szétszették a teljes jobb szárnyukat. Azért hoztam ide a lovasságot, hogy elintézzem ezt az oldalt, de ahogyan elnézem, különösebben már nincs is miért aggódnom. Úgy egyáltalában. Dobáltok, aha, dobáltok, jól van. Talán már észrevettétek, hogy a videóimban megpróbálom a lehető legtöbbször a látványt előtérbe helyezni. Még úgy is, hogyha ez azzal jár, hogy több helyszínre nem tudok odafigyelni, vagy esetlegesen problémák történnek. Most például ugye teljesen kézenfekvő, hogy a flottámra egyáltalán nem tudok odafigyelni. Viszont úgy vagyok vele, hogy videózok, tehát próbálok akkor videócentrikusan játszani, magyarán mondva a látványra mennyire. Lovasságom elfoglalta a helyét az oldalom. Ezek az idióták pedig nem támadnak ki a gerelyeseimre. Gyönyörű. Na jó, amondó vagyok, hogy ideje partra szállunk. AI, komolyan. Nézzétek meg. Le se szarja, hogy tömegével csapódnak be a pilomok az arcukba. Ide jönnek a pofonért. Nézzük lassított felvételben. Varázslatos, komolyan mondom. Varázslatos, bár inkább a félelmetes szót használnám erre. Bishop Lights. Rengeteg a láncsás ez a baj. Viszont ezeket a Jelalimbeneket talán meg kellene küldenem. Hogy állunk erejjel? Nagyjából a fele kifújt. Tudjátok mit? Harcászatilag ilyenkor az lenne az értelmes, hogyha az összes tetves gerejemet eldobálnám a pokolba. De ennek egyszerűen nincs értelme, hát nem játszunk, érted? Nincs látvány, nincs semmi, konkrétan. Egyszerűen... Mindegy. Előre küldöm a gyalogságomat, hogy lássunk valami kézitusát. Ez így nem. Ez alatt partra szálltunk-e? Partra szálltunk, jól van. Cuccoljunk össze. Nem. Csak őket akartam. Így van. Szürakúza rövidesen anális kalandoknak lesz kénytelen elébe nézni. És mit ad Isten támad?